Most a saját versemet szeretném felolvasni, amit a templom szentelés emlékünnepére írtam. A sok fáradtságos munka után ez ilyen felszabadulás volt nekem. Kis templom szentelés, békességet adj szívembe, drága édes Istenem, fáradtságos munka után ezen a szép ünnepen. Hála néked segítettél, e szent hajlék szép legyen, áldásod ad életünkre, és szent oltalmad védjen. Öröm legyen a szívünkben, küszöbödet átlépve, szent igédet meghallgatva, tisztuljunk meg lélekben. Gyermekeink, unokáink vágyakozzanak ide. Szent fiad és a szent lélek legyen éltünk vezére. Az evangélikus egyház tisztségviselői között az egyházfi ritkán áll a figyelem középpontjában, pedig köze van a liturgia szinte minden mozzanatához, mindehhez, ami a templomban történik. Az egyházfi az első, aki belép az Istenházába, és az utolsó, aki kilép onnan. Műsorunkban e hivatást igyekszünk bemutatni, miben áll a szolgálata az egyházfinak egy falusi, illetve városi gyülekezetben. Első állomásunk a Nógrád megyei Erdőkürt. Lelkész mellett a felügyelő az, aki a gyülekezetet vezeti. A gyülekezetnek vannak pénzbeni és különböző tárgyi vagyonai, ezeket a pénztáros, illetve a gondnok kezeli. És rögtön utána következik az egyházfinak a feladata, aki a gyülekezetben a rendért felel. Azért, hogy az Isten tiszteletek előtt, után, közben a lehető legnagyobb rend legyen, és minél jobban tudjunk figyelni az Isten igéjére, koncentrálni arra, amiért ott összegyűltünk, és ne legyen semmilyen zavaró körülmény. Az egyházfinak a feladata a templom környékének a rendbetétele, magának a templomnak, az Isten tiszteletnek a rendbetétele, hogy ne legyen probléma az Isten tiszteletek alkalmával. Az Isten tiszteletekre az emberek nyugodtan jöjjönek el békességben, és legyen meg az az értelme, aminek lenni kell. Az én dolgom vasárnap télidőben, vasárnap kezdődik, és vasárnap reggel, vagy szombat este, amikor megnézem, esik a hó, vagy nem esik a hó, vagy vasárnap reggel fogom a lapátot télidőben, ha hó van, és akkor jövök, elsöpröm a járdát, bedobálom a havat, elsöpröm a járdát, szólok Péter fiamnak, jöjjön, segítsen, és akkor begyújtunk a templomba, felvesszük a gázok, konvektorokat, és akkor jó időben, jó melegen tudjanak az emberek az Isten tiszteleten részt venni szívvel és lélekkel, és magának a templom rendjének a rendbetétele, az oltárterítők legyenek megfelelően felrakva, gyertyák meggyújtva, villanyok világítsanak, és tiszta legyen a templom. Ez az én dolgom. Nyári időben meg a templom környéke szintén fűnyírás, rendbetétel, locsolás, ennek a kis parknak a tisztítása. Erdőkülti leánygyülekezetünk, mert atyához tartozik, ezért én ide hetente csak egy-két alkalommal járok ki, de akkor itt mindig a lehető legnagyobb rendben találok mindent, és örülök neki, hogy csak a lelki munka az, ami az én feladatom. Mindent megszerveznek, ami a nem lelkészi munka.
Az Isten tiszteletek alatt a lelkész úrral bejönk a templomba, a gyülekezet vezetősége kíséri a lelkész urat, az esperes urat, a felügyelő úrnak itt a helye, a gondnok úr itt ül középen, és én itt szélén. A lelkész úr pedig ott ül, ott foglal helyet, azon az oldalon, szemben egymáson. És amikor az Isten tisztelet megkezdődik, akkor az éneklést a lelkész úr kezdi, és a gyülekezet folytatja. Az én feladatom leginkább a gyertyáknak a meggyújtása, a fűtés, a villanyok felkapcsolása. És ha van keresztelő, akkor a dolgom az, hogy én kimegyek, és megbeszélem a szülőkkel, keresztszülőkkel, hogy mi fog történni, mert nem tudja senki, nem készítik fel őket otthon ilyen dolgokra, és akkor elhozom őket, bevezetem a keresztelő kúthoz a prédikáció után. Ez alatt a 296-os éneket énekelik, a keresztelő éneket, a kereszt mama, kereszt papa ideál, és a szülők melléje, és a lelkész úr, az eszperes úr pedig elvégzi a keresztelést. Hogyha valami probléma van, ide szoktam állni, nem ülök be, hogy még azzal sem zavarjam az Isten tiszteletet, és a keresztelés végén, akkor helyretességkelem, vagy székeket készítek ide előre, hogy odaüljenek a keresztszülők a gyerekkel és a gyermekkel, és a szülők pedig általában az első padban foglalnak helyet, itt ebben az első padban, és ha nem hoznak énekeskönyvet, én bizony viszek nekik, és éljenek együtt a gyülekezettel, az Isten tisztelettel. A gyülekezet egyébként sem nézhet úgy ki, hogy mindent egy személy csinál. A lelkész az csak az ige hirdetéssel és a lelki munkával kell, hogy foglalkozzon. És minden egyes funkcióra pedig meg kell találni a megfelelő embert, aki azt elvégzi. És én azt hiszem, hogy a János személyében ez rendelkezésünkre áll. Elég hosszú a történet, nem akarom az elején kezdeni. Ugyanolyan hosszú varga betűt megírtam, mint a hozzám hasonló 50 évesek. 6 éve, 7 éve vagyok egy házfi. Először nem akartam elvállalni, mert úgy nézett, hogy elköltözünk Gödöllőre, ott építettünk egy házat, de annyira megszerettem a falut, hogy annak ellenére nem mentünk el, itt nőttek fel a fiúk, és elvállaltam örömmel ezt a szerepet, főleg azért is, mert édesanyám presbiter volt, de ő megöregedett, megvakult szegényként, és ugyanazt azt a lelkesedést, ami benne volt, ugyanezt akartam követni. Éreztem, hogy tudok még sok mindent tenni a gyülekezetért, az emberekért, a fiatalokért. Nem csak vasárnapi egyházfi akartam lenni, hanem egész éves, hétköznapi teendőket is el akartam látni. Ezért nehéz volt, mert a budapesti Ikaruszgyárban dolgoztam ez idáig, és ez alatt az idő alatt, és az délután 4-kor érek haza, valamikor este 7-kor gyalog jöttem haza sok esetben, mert a buszjáratok úgy voltak, de tudtam, hogy ezt nekem meg kellett csinálnom. Bár a feleségem katolikus vallású, de ő is szívvel lélekkel hozzám állt, segített ebben a dologban. Voltak vitáink, de ezek egészséges viták voltak mindig. De amióta a közös Isten tiszteleteket megtartjuk évente, ezek az ima hetek, azóta együtt járunk a templomba, a katolikus templomba is természetesen. A gyerekeink evangélikus vallásúak lettek, de ugyanúgy ők is tiszteletben tartják a feleségem vallását. Hogy mostanában, mivel a munkaidőm az rendezettebb, azt lehet mondani. Most már belefér az is, hogy az énekkarban is tevékenykedhetem.
A cserhátai dombok között, alig néhány kilométerre Erdőkürttől, a falusi házak között különös épület ragadja meg figyelmünket. A maroknyi erdőtarcsai evangélikus gyülekezet kápolnája, amelyet eredetileg családi kripta céljára építettek 1858-ban, állítólagosan az ifjú Ybl Miklós tervei alapján. A kápolna 2003 és 2005 közötti felújításában Merész Aranka játszotta a kulcsszerepet, aki az egyházas dengelek filiájaként működő 17 fős gyülekezetben egyszerre több feladatkört is ellát. Eredetileg a kápolna kriptának épült. A Meskó családnak a temetkezési helye volt. A Meskó családnak itt volt a kúriája, és az ő kertjükön belül volt ez a kápolna. És csak az sajnálatos módon ezt a kúriát háború után lebontva széthorták, hogy így fejezem ki magam, széthorták. De a kis kápolnához, a temetkezési kápolnához nem nyúltak hozzá. A halottak ott voltak sokáig. Majd csak akkor vitték ki a halottakat a temetőbe, mikor a kápolnát háború után, államosítás után visszaadták az evangélikus egyháznak. Nagyon kevesen vagyunk, és hát részben már idősebbek vannak, mert kihaltak, gyerekek nincsenek, mert mindenki átment a katolikus egyházba, azon kívül vagy idősebbek, vagy dolgozni járnak, és nem érnek rá. Én pedig nyugdíjas vagyok, és ráérek, és ezért el is vállaltam ezt a mindent. Az, hogy egyházi vagyok, ez azt jelenti, hogy minden is vagyok, a gondnok vagyok, a pénztáros is, és a takarító is, már takarítani szoktak járni, segíteni. Erzsike is jön, vagy mások is, mikor nagyobb takarítás van 2000-től. Én vagyok a gondnoka, mert senki más nem volt, aki elvállalta volna. Én pedig szívesen vállaltam. Olyan ember vagyok, aki szeretem, és az egyházért is sok mindent megtettem. A kápolna építésnél is, ugye, akkor gyűjtés volt egy kicsit, próbáltam az egyházokat egy kicsit adakozni, azon kívül kaptunk pénzt az Evangélikus Országos Egyháztól, és a zömét pedig a szlovák önkormányzattól, persze az országos önkormány beleegyezésével, mert mondtuk, mi evangélikusok, mi szlovák származásúak vagyunk. És az az egy házunk van, ami itt van. Keresni kellett olyan embert, aki ilyen olcsón meg tudja nekünk csinálni. Hát az ember Jakus György volt, ez az én nászom dengelegrel, és elvállalta annyi pénzért, amennyi éppen volt nekünk, igen, és megcsinálta. Úgyhogy nagyon méltányos áron. És mi volt ez a munka, amit elvégeztek itt? Elvégeztek, hát a oltárt is újra építettük, mert csak fából volt, csak úgy, annak idején csak úgy összetákolva, hogy mondjam így, mert nem tellett akkor többre. Megcsináltuk ilyen, ezek alatt csempékkel volt kirakva, a padozatot is megcsináltuk, mert a halottakat elszállították a kriptába vagy temetőbe ki, arra nem emlékszem, hogy hova. És most megcsináltuk, mert állandóan dohos volt a kápolna, mert nem volt teljesen lezárva a kripta része, és akkor azt is most megcsináltuk, le van szigetelve és le van rakva, és a csatorna is nagyon rosszul nézett ki, és a tető szerkezetet is kellett újra javítgatni és lemázolni. És természetes a vakolatot is sok helyen le kellett verni, és már most is látszik, hogy még jobban kellett volna megcsinálni, de annyi pénzünk sajnos nem volt. És új ablakokat és ajtókat se tudtunk csak kijavítani, mert ennyi pénzből sajnos többre nem kellett. És hát azért, hát, és majdnem minden nap itt voltam, és besegítettem itt is, szóval nem csak az elméleti, hanem a gyakorlatiba is.
Az ország második legnagyobb evangélikus temploma a nyíregyházi, amely egyúttal a város legnagyobb temploma. Magera János 24 esztendeje látja el az egyházfi teendőit a hatalmas épületben. János bátyám, mi a feladata egy ilyen havas reggelen? Ilyen havas reggelen kinézni az ablakon, hogy ha esik a hó, akkor mindegy, reggeli van, vagy nincs reggeli, jönni lefele a hóseprés az első. És mi egyéb dolga van, mint egy házfi itt a templom körül? Hát itt elsősorban mindenre odafigyelni az a legelső, és mindent figyelembe venni. Ha valami nincs a helyén, rendjén, rendbe tenni. Nyáron a fűnyírás, a kertbe is, a paróki a kertjébe is, nekem kell a füvet nyírni. Hát a járda, takarítások, fanyesések a templom kertjébe. Akkor néha postára menni, bóti bevásárlás csinálni, meg ilyen teendőket. Meg hát többször megkérnek báró, hogy el kell szaladni, vagy ha nincs kimenjen, akkor nekem kell elmenni. Ez mindennapos teendő? Hát ez általában előfordul minden nap, igen. Hát. És van-e szabad napja? Szerda-csütörtök a szabad napom, de hát akkor is úgy van, hogy ha valami probléma adódik, akkor közel lakom egy telefon, és már jövök is lefele, ha otthon tartózkodom. Üresedés volt itten, és a feleségemnek szólt az igazgató, Sanyi bácsi, hogy nem tud valakit szerezni ide templomhoz, egyházi templomhoz, egyházinak. A feleségem szólt nekem este, hogy együtt voltunk, hát, és beszélgettünk, hogy talán jó is volna, mert itt kaptunk akkor lakást a Lutherházba, amit később meg is vásárolhattunk, és hogy együtt dolgozunk, és közel volna. Egy perc a munkahely, és hát vagy 3-4 alkalommal kijött Sanyi bácsi hozzám, hogy vállaljam, mert nem nagyon akartam, mert jó munkahelyen óta vasútnál voltam vagyonőr. Hát sajnáltam, de ezen is gondolkoztunk. Így azt mondtam Sanyi bácsinak, hogyha elengedi a feleség itt az élimtől, hogy ide hozzám, mert kettős munkát két személynek kell ezt végezni, egynek a hivatalba takarítás, meg itt a virágot együtt csinálunk, és valahogy ráadta magam. És úgy azt elengedte a feleségemet, és együtt vállaltuk el ezt a munkát. Ez mikor volt? Ez 1983. július 15-én csináltuk meg a szerződést. Egy ideig csináltuk a feleségemmel, de nekkoszt el kellett menni egy üzletnyitás véget, egy üzletbe dolgozni, és mind a ketten el lettünk búcsúztatva egyszerre, ott az oltár előtt, és valamiképpen egyikünknek itt kellett maradni, és én voltam az, aki itt maradtam, mert bútban nagyobb szükség volt a feleségemre, rám meg hát itt. És miért csinálja még mindig? Hát azért csinálom, mert hát ez a 7. igazgató már hogy van, és hát valahogy mindig kötődik, hogy még maradjak, hát és már 8 éve, ahogy nyugdíjba vonultam, és adott is mindig. Hát közel van, és megszerettem, meg hát
azt hiszem ragaszkodnak is hozzám. Nekem így parancsot nem adnak ki, sose én tudom a munkámat, amit vállaltam, azt mindig rendesen elvégezem. Hogyan tervezi, hogy meddig csinálná szívesen ezt a munkát? Hát ez hogy mondhatom a jó Istennél, ameddig ad erőt, egészséget, hogy nem érzem magam nagyon fáradtnak. Jönnek szombaton az esküvők, azt is szeretem csinálni, sok ismerősök jönnek, környékbeli fiatalok is esküdnek, meg hát a régi ismerősökkel találkozok. Hát vasárnaponként meg megint, hát úgy is jönnénk a templomba, hát annyi, hogy az szolgálat, nem templomba jövés, hogy valaki úgy eljön a templomba, hát persze, de hát itt mindig odafigyelni mindenre. Amikor elkezdődik az esküti, akkor leülök ide a kis szokott helyemre, és sokan jönnek ki be, nyitva adják az ajtót, be kell zárnom, hogy ne zavarja az esketési szertartást. Bandika, egy régia kellene nekem egy régia. Igen, mindjárt. Kinél van a papír? Anyakönyv ki van? Itt meg kell szállni, tessék beszállni, helyet foglalni. Lehet menni. Ja, aha, igen, bakának szükség. Tessék beszállni, helyet foglalni, lehet egész. Meg kell szállni, helyet foglalni. Mindjárt adják, már passzolják. Megvan? Nem, nem. Nem, igen, de a papír is kell a anyakönyv. Ezt a jogászbár lesz ott, akkor itt van Eusbert. Jó, jó az élete, Eusbert. Igen, hát csak le kell Luther írja: senki sem akarja elhinni és igaznak tartani, hogy Istennek szolgálunk, ha híven és szorgalmasan eljárunk kötelességünkben, különben szolgálatunkból valóságos paradicsomot csinálnánk. Ezt mondván, tudom, hogy állásom az én Istenemnek szolgálata, s az ő tetszése szerint való élet.